Magyarok kenyere, ópuszta szeren lesz a búza összeöntés, a magyar nemzet összetartozása, díjak elismerések átadása. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. július 26-án 18 óra 5 perckor. A Magyarok kenyere 15 millió búzaszem program Jász-Nagykun-Szolnok megyei búzagyűjtő nap és búza összeöntés ünnepségét Karcagon tartották. A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyarok Kenyere Alapítvány által szervezett rendezvényhez kapcsolódó adománygyűjtés a Kárpát-medencei Magyar Gazdatársadalom önzetlen, segítő szándékú összefogása. A Magyarok Kenyere program szintén ezt jelzi, hiszen elmondta a kolléganő a vezetőbe, hogy milyen célokat szolgálunk ezzel a rendezvényel, illetve azzal a dologgal, hogy a búzát begyűjtjük, megőrüljük, és a lisztet közreadjuk azoknak, akiknek a legszükségesebb, akiknek segítséget jelent. Példaértékű ez az összefogás, és ez az összefogás valamennyiünk számára, gyermekeink számára is olyan példát jelent, amely a jövőben, közeljövőben, későbbiekben is erősíti a nemzettudatunkat. Magyarország teljes területéről és a Kárpát-medence magyar lakta településeiről ajánlanak fel búzát a gazdálkodók. A felajánlott búzából liszt készül, amely határainkon innen és túlműködő gyermek és családsegítő szervezetek részére kerül átadásra. Jakab István, az országgyűlés alelnöke, a MAGOSZ elnöke szerint a program a magyarok összefogását tükrözi. Jakab István, az országgyűlés alelnöke, a MAGOSZ elnöke szerint a program a magyarok összefogását tükrözi, és lélekemelő, ahogy megmozdulnak a gazdák és felsorakoznak adományaikkal, Böjte Csaba árvái és a magyar rászorulók mögé. Először is a köszönetemet fejezzem ki. El kell mondjam, hogy Jász-Nagykun-Szolnok megye az elmúlt időszakban, minden esztendőben a búzagyűjtés során az utána következő megye által gyűjtött mennyiségnek több mint a dupláját volt képes mindig összeadni. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy egy térség, egy megye szívvel, lélekkel dolgozik, erős összefogással, és mint ahogy elnök úr mondta, ahogy miniszter úr mondta, a szív dobbanása, a lélek rezdülése, az nagyon nagy mértékben segít bennünket abban, hogy az cselekvéssé is váljon, a szavaknak is legyen ereje, tartalma. Kedves barátaim, 2010-ben, amikor nemzetünk ismét magára talált, amikor lélekben és gazdaságban is erősödött a nemzet, gyarapodott a nemzet, amikor újra összefogtunk, amikor új alaptörvényünk született, amikor hittel, erővel álltunk neki az ország talpraállításának, akkor indult el útjára a Magyarok Kenyere program 10 tonna gabonával. Az elmúlt esztendőben, a 10 éves évfordulón 1100 tonna gabonát gyűjtöttünk össze, adtak össze a magyar gazdák, mert ezt nem kényszerrel, nem ráhatással, hanem tiszta szívvel hozzák a gazdák, kérni sem kell, csak a lehetőséget megteremteni, hogy hova. Mit jelent ez számunkra? Azt jelenti, hogy ebben a magyar gazdatársadalom egy akkora erő van, ami képes a nemzetnek is példát adni. Magyarok kenyere 15 millió búzaszem. Igen, mint ahogy a 15 millió búzaszem liszté őrölve a kenyérben ölt testet, úgy a 15 millió magyar a nemzetben egyesül. Mint elhangzott, augusztus 6-án ópuszta szeren lesz a búza összeöntés, ahová a világ minden tájáról érkeznek majd delegációk. Ebben az esztendőben ópuszta szeren lesz a búza összeöntés ünnepe. Ópuszta szerre jön
nem csak a Kárpát-medence magyarsága. Opusztaszerre jön a világ magyarságának nagyon sok képviselője. Nem csak Európából, hanem Paraguaytól az Egyesült Államokon át, ahol magyarok élnek, bizony nagyon sok helyről elküldik képviselőiket. És mi is elküldjük az összeöntött búzából készült lisztet, hogy ők is meg tudják sütni, el tudják készíteni a magyarok kenyerét. Mert összetartozunk, lélekben összetartozunk, egy család vagyunk, mint ahogy mondjuk, egy kenyéren vagyunk. Közös a sorsunk, örömünk, bánatunk, felelősségünk egymás iránt. És ez a nemzeti összetartozás az, ami visz bennünket előre a kihívások során, hisz sorozatos kihívások előtt állunk, de mint ahogy érzékeltétek, minden egyes rezdülésre lépünk, mozdulunk, és ha kell, akkor ott vagyunk a kormányunk mellett, mert értjük egymást, és tudjuk, hogy azonosak a céljaink. A Magyarok Kenyere rendezvény augusztus 20-ához az új kenyér ünnepéhez kapcsolódó program, amely kifejezi a magyar nemzet összetartozását, és jelentős a karitatív szerepe is. Dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő, földügyi kormánybiztos arról is beszélt, hogy a program indulásának évében mintegy 10 tonna búzát gyűjtöttek, és tavaly már minden eddiginél több adomány érkezett a magyar gazdáknak köszönhetően, akik közel 1100 tonna búzát ajánlottak fel, mintegy 100 ezer rászoruló részére. A magyar alföldnek meghatározó növénye a búza évszázadok óta az életet jelenti, és ezt az életet azoknak a gazdáknak köszönhetjük, akik megművelik a tájat, akik felelősséggel viselnek a helyi közösségért, akik felelősséget viselnek az ország sorsáért egyaránt. A magyar gazdákra, földművesekre mindig lehetett számítani a történelem legnehezebb helyzeteiben is. Így van ez a mi vidékünkön, a Jászkunságban, a Nagykunságban és a mi megyénkben, amely a szülőföldünk, és amely igazán nevezetes arról a kiváló minőségű búzáról, amely messze földekre elviszi a hírünket, az itt élők munkaszeretetét, szorgalmát, és ami nagyon fontos, az adakozó készségét is. Hiszen a mostani ünnep arról szól, hogy a gazdatársadalom összefog azért, hogy segítséget nyújtson a rászorulóknak. A Kárpát-medence gazdatársadalma nyújt segítséget a Kárpát-medencében élő rászorulóknak. Ez egy nemes gondolat, és engem mindig örömmel tölt el az, hogy látom, hogy évről évre egyre többen elkötelezettek ebben az ügyben, és bízom benne, hogy ez jó alap lesz a jövőre nézve is. Megható ez a mostani alkalom, hiszen megjelenik a szemeink előtt az egész Kárpát-medence történetével, településeivel, az ott élő magyar emberekkel, észak és dél, kelet és nyugat, és a közepén a mi megyénk, a mi jászságunk, nagykunságunk, az Alföld szíve, amely most itt dobog, és ennek a szívnek a dobogását érezzük, meghat bennünket, és ösztönöz arra, hogy adakozzunk, segítsük mindazokat, akik rászorulók, és ezáltal is segítsük a legfontosabb ügyet, a magyarságnak a megmaradását, gyarapodását, azt, hogy legyen magyar jövendő itt az alföldi tájon, épp úgy, mint a Kárpát-medencében, vagy a világ legtávolabbi zugaiban is. F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő is azt hangsúlyozta, hogy a Magyarok Kenyere programmal ébren tartja azt a gondolatot, amely a búzához kötődik, hiszen a megszentelt kenyér minden esetben az életet jelenti. A nemzeti összefogás nagyszerű példáját biztosítja a program, különösen igaz ez megyénkben és Karcagon, ahol a gazdák összefogása, hozzáértése garantálja azt, hogy továbbra is ott legyünk a magyar búzatermelés élén. És a gazdatársadalom egy olyan erős társadalom, amely mindig meg tudta mutatni az erejét. Meg tudta mutatni, amikor adakozni kellett, amikor adni kellett a rászorulóknak. Akkor is megmutatta az erejét a magyar gazdatársadalom, amikor kaszát, vagy akár kardot kellett markolni. Én azt gondolom, hogy ez az életerő, ez a tudás, ez mai napig megvan a magyar gazdákban. És ennek a tudásnak, ennek az örökségnek a mai napon egy gyönyörű példáját adják, hogy összeadják a rászorulóknak azokat a búzaszemeket,
amelyek majd a következő esztendőben biztosítják számukra a mindennapi kenyeret. Én gratulálok a kezdeményezéshez, gratulálok a magyar gazdáknak, és gratulálok ahhoz, hogy ide a Nagykunság fővárosába hozták ezt a csodálatos rendezvényt. Huba Imre, a Jász-Nagykun Szolnok megyei közgyűlés elnöke elismeréssel szólt a programról, amely idén is bizonyára megmozgatja a gazdákat megyénkben. Az augusztus 20-án az új liszt adományból készült új kenyér pedig jelképesen lezárja az aratást, amely ebben az évben a szélsőséges időjárás miatt nem volt könnyű év a gazdáknak. A búza adományaikkal hozzájárulnak ahhoz, hogy éhezők, nélkülözők, mindennapi betevője, mindennapi kenyere az asztalra kerülhessen, azok nem csak áldást, hanem életet is adnak. És ahogy sokasodik az összegyűjtött gabonaszemek garmadája, úgy sokasodik az áldás a nemzeten. Úgy sokasodik rajtunk a nemzet tagjain, akik magunkhoz vehetjük mind a jókedvű adakozók, mind pedig a hálás tekintetek köszönetét azért, hogy a MAGOSZ és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara évről évre megszervezi a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem rendezvénysorozatot. Kezdve azzal, hogy megáldják a búzavetést, majd a betakarítást követően a pihentetett búzát összegyűjtik, a pihentetett búzából lisztet őrölnek, a lisztet kovásszal, sóval, vízzel, a Kárpát-medence négy különböző pontjáról hozott komponensekkel kenyérré dagasztják, kenyérré sütik. Ez a jelképe annak, amit a nemzet összetartó erején értünk. Hogyha megszegjük a kenyeret, azzal a minden évi munka gyümölcse válik napra és tekintetre készé. Látjuk, hogy miben, milyen munkával tudták a gazdák, milyen verejtékkel tudták megtermelni azt, és hogy milyen minőséget adott a föld, a magyar föld legjava. Szepesi Tibor polgármester megköszönte a szervezőknek, hogy karcagadhatott otthont a mai rendezvénynek, ezzel is elismerve, hogy az itt élő gazdák az elmúlt években rekordmennyiségű búzaadományt ajánlottak fel a rászorulóknak. Először is köszönöm, hogy a rendezvény itt Karcagon, a Nagykunság fővárosában kerül megrendezésre, és nem csak ez a rendezvény, hanem ez a rendezvény sorozat, hiszen a búza szentelés, a mai búza összeöntés, illetve az augusztus 20-ai új kenyér ünnepe, az új kenyér szentelése is megyei kiemelt rendezvényként itt Karcagon, ahogyan mondtam, a Nagykunság fővárosában kerül az idei évben megrendezésre. Köszönöm a gazdaköröknek, köszönöm a MAGOSZ-nak, hogy itt rendezik meg ezt a gyönyörű rendezvényt. És engedjék meg, hogy megköszönjem a testvér településeinkről érkező vendégeinknek azt, hogy az első hívó szóra azonnal csatlakoztak ehhez a rendezvényhez, elhozták azokat a búzaszemeket, azt a sok ezer, sok százezer búzaszemet a Kárpát-medence távoli szögletéről is, amely összeöntve a helyi, a megyei, a környékbeli gazdák búzáival jelképezi azt az összefogást, együtt több millióan erősebbek vagyunk, együtt több millióan új kenyereket tudunk az asztalra tenni. És engedjék meg, hogy kifejezzem köszönetemet, hiszen ahhoz, hogy járva a határt, azt láthassuk, amelyet nemzeti imádságunkban a költő is megfogalmazott, hogy értünk Kunság mezején ért kalászt lengettél, ahhoz szükség van a gazdákra. Azokra a gazdákra, akik nap után azért fáradoznak, hogy az elvetett, kizöldült, megszentelt búzából aranysárga ért kalászok lengedezzenek, aztán megőrölve, liszté őrölve, kenyérré dagasztva, kenyér
új kenyér, mindennapi kenyér legyen mindannyiunk asztalán. Én köszönöm szépen ezt mindenképpen a gazdáknak. A Magyarok Kenyere Program megyei megvalósulásának segítéséért Györfi Sándor Kossuth-díjas szobrászművész kisplasztikáját is átadták. A Magyarok Kenyere Program megyei megvalósulásának segítségért Györfi Sándor Kossuth-díjas szobrászművész kisplasztikáját a nap díszvendégeitől Csipes Róbert, Németh Zoltán, Bede Ferenc, Réti József, Berki László. Karcagváros által megítélt díjakat kaptak Bene Péter, Magda Attila, Bíró Sándor, Kun József, Takács Sándor, Dániel Csaba, Gencsi Gábor. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magosz Jász-Nagykun Szolnok megyei szervezetének elnöksége a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program keretében rajzversenyt hirdetett általános iskolák alsó, illetve felső tagozatos tanulói, valamint középiskolás tanulók részére. Értünk, Kunság mezein értkalászt lengettél. Az életet adó őszi búza termesztése, kenyérkészítés, kenyérsütés témakörben. A rajzverseny győzteseinek járó oklevelet és nyereményt Györfi Sándor Kossuth-díjas szobrászművész, Szepesi Tibor polgármester és Kis Róbert, a NAK megyei igazgatója adta át. A Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program egyik jelképét, a búzafonatot Huba Imre Csaba, a NAK megyei elnöke és Magda Attila megyei főfalugazdász adta át a vendégeknek. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!